Köszöntöm Önöket, nézőket, hallgatókat ugyanúgy. Speciális kiadásra jelentkezünk ma és holnap este is. Valamikor pár éve láttam egyik külföldi utamon az ottani tévében egy műsort, amely nekem nagyon megtetszett. Repülőtéren játszódott klasszikus riportműsor volt, nagyon egyszerű képlet szerint működött. A műsorvezető riporter megszólított vagy érkező utasokat, akik valahonnan jöttek, vagy várakozó hozzátartozókat, akik éppen fogadták távolról érkezett szeretteiket, vagy éppen búcsúztak tőlük a nagy út előtt, és kérdezgette valamennyiüket az életükről. Ezek a nagyon emberi, hétköznapi történetek tulajdonképpen a szerelem, a veszteség, a család, a barátság, a gyász és az öröm egyetemes témáit mutatták be egy-egy utas vagy hozzátartozó szemszögéből, az érkezés és távozás bensőséges keretein belül, és mégis vagy talán éppen ezért életünk alapkérdéseiről szóltak. Nos, gondoltam, ha már van egy saját bejáratú podcastem, és itt vagyunk ezekben az egymásra figyelős napokban, miért is ne próbálkozzam meg valami hasonlóval itthoni körülmények között. Karácsony előtt pár nappal három operatőrrel és egy hangmérnökkel felszerelkeztünk, és bevettük a Liszt Ferenc repülőteret. Találkozásainkból nem is egy, hanem két műsorra való beszélgetés is született. Ezek közül az elsőnek most, a másodiknak holnap este 8 órakor tartjuk a premierjét. Legyen ez a mi speciális évzáró különkiadásunk. Mielőtt azonban a műsort elkezdjük, támogatóink is beköszönnek. Tartalmas szórakozást kíván a 25 éves Cinema City. OTP Travel, mert biztosan utazik. Na és akkor jöjjön a repülőtéren az elmúlt napokban készült műsor első része. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Csókolom. Jó napot kívánok. Önök is várnak valakit? Igen, mi is várunk. Nagyon várunk valakit. Kit várnak? A fiamat várom. Honnan? Párizsból jön haza. Mit csinál ő ott? Ő most nemzetközi gazdálkodást és menedzsmentet tanul. Nagyon szeretne világot látni, nagy tervei vannak az életben, úgyhogy ő úgy döntött, hogy ha van lehetősége, akkor elvégezte itthon a Corvinus Egyetemen a pénzügy számvitelt, és utána fölvételt nyert Párizsba egy egyetemre, ahol most már fél éve lassan, hogy kint van. Most jön haza először azóta, amióta kiutazott. Hát akkor nagy a várakozás, ugye? Igen, igen, örülünk neki nagyon, hogy haza jön. Ön a nagymama? Én vagyok a nagymama, igen. A nagymama, mindjárt ketten is fogadják, anyuka és nagymama. Igen, igen. Miért éppen Párizst választotta? Milán korán elkezdett nyelveket tanulni, ő angolból levizsgázott már gimnáziumban, megszerezte a felsőfokút, ez az egyetem nagyon megtetszett neki. Ő először a luxury brandet szerette volna fölvenni. Azt nem is tudom, micsoda az? Hát az egy ilyen luxus marketing tulajdonképpen, luxus márkák marketingje. Igazság szerint ő arra a szakra szeretett volna jelentkezni, amiről az édesanyja lebeszélte. Én azt mondtam, hogy talán ebben a mostani helyzetben egy nemzetközi gazdálkodás biztosabb pont, és bárhova tud onnan irányulni majd a későbbiek folyamán. Miért volt a fiúban a luxus márkák iránt ilyen vonzalom? Szereti a divatot, és borzasztóan szereti a szép dolgokat, szereti a drága dolgokat. Azt mondta, hogy ahhoz, hogy ő azt az életszínvonalat tudja élni, amire vágyik, ahhoz ő neki nagy tervei vannak, világra szóló tervei vannak, és ő, hát azért azt gondolom, hogy a mai fiatalok azért már világlátott fiatalok. Mi még nem utazhattunk, és mi még nem tudtunk annak idején, nem voltak ilyen lehetőségeink. Most már azért nekik nyitva van az egész világ, ők hál' Istennek mehetnek. És ragadják is meg a lehetőséget, én azt gondolom. El innen? Azt mondja? Nem. Nem, nem azt mondom, mi abszolút lokálpatrióták vagyunk egyébként. Én annak örülök inkább, hogy nincs már az a bezártság, ami az én fiatal koromban, talán az én 18-20 éves koromban, akkor még útlevelet sem nagyon kaptunk, nem, hogy nyitva állt előttünk a világ. Mivel foglalkozik? Mi zöldséggyümölcs nagykereskedők vagyunk, egy
hűtőházas cégünk van, ahol exportra dolgozunk egyébként nagyon sokat. Egyetlen gyerekünk? Egyetlen gyerekünk, igen. Ó, hát akkor a család szeme fénye. Igen, ez hogy igaz. Bírta ki ezt a 4 hónapot? Nélkülözve Milán. Mi Szeged mellett lakunk eleve, Milán már Pesten lakott, úgyhogy ő nagyon korán elköltözött így a szülői házból. Mi pedig azt mondjuk, hogy ha jó gyökerei vannak, akkor mindig haza fog találni. Egyébként meg hagy menni és élje a saját életét. Hál' Istennek ő eléggé bátor is ehhez, hogy megtegye ezeket a lépéseket. Miért költözött el olyan korán? 18 évesen már? Ő kitűzte magának a Corvinus Egyetem pénzügy számvitel szakát. Úgyhogy föl is vették, hál' Istennek, úgyhogy ő már Pesten tanult 3 évet, és utána most folytatta Párizsban a mesterképzésen. Amikor elengedte, akkor hogy engedte? Nehéz szívvel? Persze, minden szülő nehéz szívvel engedi el. Örülni kell a sikereiknek. Mi meglátogattuk őt egy őszi kirándulás folyamán most egy hónappal ezelőtt, és az nagyon-nagyon szívmelengető volt, hogy várt bennünket. Tehát úgy éreztem, most éreztem 23 évesen először, hogy nagyon örült, amikor kiért a család. Várt bennünket, és mindenki nagyon... Mindenki ment, nagymama is? Igen, másik igen. Másik nagymama is, mindenki. Igen. Örült, hogy megmutathatta, hogy ő most hol él, hogy mit csinál, hogy sikerei vannak az egyetemen. És Páriszt is bejárta önökkel? Megmutatta? Mindent. Igen. Hát amit ez alatt a 6 nap alatt meg tudtunk nézni, azt mindent. Úgy intézte az idején. Igen. Kapcsolatokat bőven kialakított? Hogyne, már itt a Corvinus Egyetemen is úgy végezte az iskolát, hogy belépett egy olyan csoportba, ahol az itt tanuló külföldi diákokat támogatták és szerveztek nekik itthoni programokat, és utána Spanyolországban is nagyon sok diákkal megismerkedett. De külföldi. Volt Spanyolországban is? Igen, volt a COVID időszak alatt volt 1/2 évet egy pályázattal, akkor is megismerkedett már nagyon sok külföldi diákkal, és én ezt nagyszerűnek tartom, hogy utána ők tartják egymással a kapcsolatot, és ide-oda ingáznak Európába, ki hol tanul, ki hol lakik éppen. Ja, erre mondta, hogy tulajdonképpen ez az értékelendő, hogy szabadon utazhatnak. És a szabadság az nagyon fontos, és kitágította a világot nekik, így van. Fontos hozzá, azt gondolom, a szorgalom és a nyelvtudás, mert ahhoz, hogy 20 éves korára már spanyolul és angolul perfekt módon emelt szinten beszél, most pedig már 2 éve tanulja a franciát, az azért azt mondom, hogy nagyon fontos és nagyon értékelendő ezeknél a fiataloknál. És már esetleg egy francia kislány is fennakadta a horgán, nem? Nem tudok még róla, de már lehet, hogy 5 perc múlva már igen. Lehet, hogy elejön az. Az is lehet. De erről nem értesítettem. Meglepődnék. Örömmel látjuk. A szülőnek az a dolga, hogy azt szeresse, akit választ a gyermeke. Ez néha nem könnyű, de bízunk benne, hogy nagyon volt azért egy ilyen példa az életünkben. Nekünk még nem volt. Annak idején mi is okoztunk fejtörést a mi szüleinknek, nekünk is okoznak fejtörést a mi gyerekeink. Ez egy fizetős iskola? Ez egy fizetős iskola, igen. Drága is? Nem az iskolát tartom drágának, inkább a mostani kinti létet tartom drágának. Ennyi tanulás mellett ő nem tudna dolgozni azért, hogy ő ott kint tudjon élni. Tehát ezt azért mindenképpen fontos látni, hogy ehhez kell egy anyagi biztonság, hogy egy ilyen iskolát el tudjon kint végezni. Ő egyébként az életét, a felnőtt életét kint is tervezi? Nem tudja még. Én úgy látom, hogy nem tudja még. Őnála minden benne van a pakliba. A nagymama az ön anyukája? Nem, ő anyósom, a férjemnek az édesanyja. Ilyen jó van, hogy anyós és a... Igen, és már... És a menye, és ugye? 30 így, éve. 30 igen. éve? Igen. Hát igen. Önnek hány unokája van? Egy. Ez az egy, igen. Ez az egy. Na de hát akkor már értem. Buszke vagyok rá nagyon. Minden jönni is fog. Akkor hagyjuk önöket. Köszönjük szépen, csókolom. Viszontlátásra. So useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever want to give up. Megszólíthatom? Persze, tiszteltem, bemutatom. Mim Zoltán vagyok. Indul, vagy érkezett? Most érkeztem Stockholmból. Egy ilyen projektbe dolgoztam északon, Észak-Svédországban. Mi a projekt? Milyen profil? Hát egy ilyen karbantartás. Egy ilyen nagy állami karbantartás. Hát egy nagy gyárnak, ahol fémipari gyár, ahol kovácsolnak
azok a kemencét kell felújítani. És télen leállítják a kemencéket, és akkor ezeket teljesen fel kellett újítani. Egy ilyen nagyon nagy projektben voltunk, svédekkel, négy magyarral. Mi a szakmája önnek? Hát nekem három szakmám van. Az első szakmám az férfi szabó nőira készítő. A második... Ehhez képes kemencéket újítani? Igen, igen, a második szakmám az grafikus művész, a harmadik az pedig asztalos. Akkor de kitanultam az építőipart, szóval én dolgoztam Olaszországba, dolgoztam Németországba. Egy ilyen világutazó? Hát igen, igen, igen. Mondhatjuk azt is. Itthon már nem látom a helyemet, vagy nem találom a helyemet. És családja van? Van egy ikertestvérem. Amúgy családom nincs pont ez miatt, mert a hölgyek azok nem nagyon tolerálják, hogy egyszer itt vagyok, egyszer ott vagyok. De hol van a bázis? Hát a bázis az Németországban volt, ott több évet éltem, 3 évet, oda is fogok visszamenni most január vagy februárban, a Bóderi tónál, Svájc mellett, gyönyörű fekete erdő, egy gyönyörű kis faluba, ott egy 300 éves házat újítottuk fel. Egy grófnőnek a házát megvette egyik ismerősöm, és akkor abból csinált egy ilyen apartman házat. Tulajdonképpen alkalmi munkákra hívják? Igen, igen, igen. Hogyan tudnak önről? Hogyan szervezik? Jó baráti társaságomban is minden munkát úgy végzek el, mint hogy saját magamnak csinálnám is. És ezért precizitás, a német precizitás benne van a véremben, mert is félig német származású vagyok. Hogy félig német származású? Hát az édesapámnak az egész családja német. Mm. De azért mondjuk elég széles a spektrum. Széles, hát, persze. A kemence felújítás. Hát az építőipar, ugyanolyan építőipar, ez a kemence felújítás, ugyanolyan építőipari munka volt cél is. És ott jobban megfizetik, azért vállal külföldön inkább? Megbecsülik a munkámat ott meg is köszönik. Minden nap megköszöntik a munkánkat. Így mutatták, hogy jók vagyunk, ügyesek vagyunk, sőt ott már legendák vagyunk, a magyarok már legendák ebben a Degerforce-i gyárban. És ez fontos önnek, hogy megköszönik a munkát? Fontos, fontos, hogy megbecsülik a munkámat, igen. Meg megfizetik, korrekten megfizetik. És olyan szociális háló van Svédországban, hogy szinte hihetetlen. Szóval azért, hogy én a családomtól 30 napot távol voltam, azért kaptam körülbelül 5000 koronám, az olyan 500 euró. Szóval te össze se lehet hasonlítani. Itthon azt dolgozott, de sok csalódás. Itthon is így van, így van, így van, így van. Milyen jellemző? A vállalkozók nem fizettek ki, hitegettek, átvertek, lehúztak, stb. Nem jelentettek be ilyenek. Ott minden le van papírozva, mindenki korrekt. Hány éve döntött el, hogy inkább külföldön vállal munkát? Hát, ugye, 10 év. 10 év ezt csinálni? Igen. Igen. Miért jött haza karácsony előtt? Hát mert ez a projekt itt véget ért karácsony előtt 20-án, és akkor majd vagy februárba kell visszamenjek még egy projektre, vagy pedig nyáron. És itt kivel karácsonyozik, kivel ünnepel? Az ikertestvéremmel, édesanyámmal, nagymamámmal, tök családdal, nagy a család ott is. Jönnek Budapestről, minden a nagymamámmal összegyűlünk, és akkor ott szoktunk karácsonyozni. Hogy veszik, hogy a fiúk ilyen bolygó hollandi? Még édesanyám is félt, de tudja, hogy talpresett gyerek vagyok, úgyhogy nem lesz bajom. Mm-hmm. Mindig megálltam a helyemet, bárhol voltam, akármilyen országban. Mit mondott az első szakmája, női szabó? Férfi szabó, nőiről készítő. Én két szakmát tanultam, két mesterem volt. Az egyiktől megtanultam a férfi ruhakészítést, az iskolában viszont női szabó végeztem. És azt miért nem folytatta? Azért, mert nagybátyámnak voltak varrodái, csak mikor hát összeomlott a történet, ő eladták a varrodát, ő elment tanácsadónak Tunéziába. Én elmentem először a szexádon élek, ott elment a Pegazoline Itálián, én bőrbútorokat vartam, míg a Lipcsére a világkertes is vartam, 7 személyes ülőgarnitúrát, de hát nagyon minimális pénzt kaptam, minimálbért kerestem. De hogy bútorkészítő? Így van. Sőt, még tanultam Olaszországban a bútor restaurálást is. Az viszont szép szakma, azt tudnám csinálni, vagy szeretném csinálni, de az se egyszerű Magyarországon. Inkább azt kéne elmondani, hogy mihez nem ért? Nagyon jó mestereim voltak, és meg jó a memóriám, jó a vizuális memóriám. Uh-huh. És ennek köszönhetem. Évente itthon mennyit tartózkodik? 4 hónapot voltam ki most Svédországban, ebbe az évbe, de hát megkerestem az éves fizetését a testvéremnek. Uh-huh. Szóval nem aki voltam. Egész évben itthon dolgozik, igen, azért. Igen. Uh-huh. Olyan szabad embernek tűnik. Az is vagyok. Jó, annak is érzem magam, és örülök is neki, hogy nincs megkötve a két kezem. Mert itthon sajnos muszáj beállni a sorba bólogatos kutyának ahhoz, hogy az ember valamit elérjen, vagy kapcsolatrendszer kell. Sógor, koma jó barát. Tehát én jelentkeztem például egyszer a Mercedeshez is,
fél év múlva fölhívtak telefonon, elküldtem az önéletrajzomat, és akkor egy telefonos interjú, fél órás beszélgetés után, amit rögzítettek, eltett még fél év, beívtak személyes interjúra, és megkérdeztem az emberkéket, akik ott teszteltek, hogy mennyi az esély, és mondták, hogy ne haragudjál, nulla, mert Sógor koma jó barát, 9 embernek már föl van írva a neve az irodába, és nekik ezt a protokollt le kell játsszák, hogy 30 emberre megcsinálják ezt a tesztet. Ilyet külföldön nem igen tapasztalom. Ott mi a döntő? Az, hogy mit tudsz. Mit tudsz. Ez semmi más. Tudás. Ön egy ilyen könnyen alkalmazkodó típus? Én igen. Szerencsére. Hát azért, mert van egy ikertestvérem, és akkor én tudok gondolkodni más fejével is. Boldog ember? Hát, a családot kellett volna alapítani, csak nincsenek gyerekeim. Ezért nem vagyok boldog. 38 leszek. És nem találják talán, akivel összekötni az életet? Megtaláltam, csak hát nem volt egyszer az a történet se. Szóval, hogy mondjam, font azért, hogy elmentünk erre, arra külföldre, és ez mindig egy ilyen visszatartó erő. Egy kapcsolatban, hogy elmegy külföldre az ember, több hónapra, így van. És azért csinálom most már, csak pár hétre megyek el. De azért nem mondod le arról, hogy legyen családja? Nem, semmiképpen nem. Szeretnél gyereket? Persze, természetesen mindenki szeretne. Hány gyereket tervez? Hát kettőt, mert hogy ikrek vagyunk, és legyen egy lány vagy egy fiú. És lehetőleg ikrek, hogy hát, két fejjel tudjanak gondolkodni ők itt. Akár, igen. Ez így jó. Köszönöm szépen. Minden jót kívánok. Ámen. Viszont kívánom. Viszontlátás. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Kire vár? Az egyik volt tanítványomra várok, aki hát tulajdonképpen már gyerekkorától fogva ismerem, és Londonból jön hazafelé. Londonból ott él, vagy ott tanul? Hát most már ott dolgozik. Értem, nem Londonban, hanem Cambridge-ben dolgozik. Jól értem, hogy ön a tanára volt? Igen, magántanára voltam, és hát az egész családot nagyon jól ismertem, és hát ez egy ilyen nagyon régi kapcsolat már, körülbelül több mint 20 éves kapcsolat. És mit tanított? Angolt. Angolt tanított neki. Igen, és hát még annó, még 14 éves korában először velem volt kint Angliában, én vittem ki egy ilyen nyelvi továbbképző kurzusra, végeredményben gyerekeknek szerveztem ilyen kurzusokat, és utána hát megszerette az angolt, és ez lett a vége, hogy Cambridge-ben diplomázott, és utána még Bolognában tovább folytatta egy mesterdiplomával, és hát most meg már ott tud tanulni. De akkor valószínűleg jó tanára lehetett, hogyha ennyire az angolt beleoltotta. Hát reménykedem benne, hogy igen. Tehát a tanítványaival, akikkel szorosabb volt a viszonya, tartja a kapcsolatot évek múltán is? Hát igen, próbálom. Azokkal, akikkel együtt kezdtem, ugye most már több mint 27 éve tanítok, azokkal azért próbálom így a kapcsolatot tartani. Bármere is vannak a világban, akár Új-Zélandtól Amerikáig. Akkor maga egy ilyen szenvedélyes tanár, hát igen. Aki rajta tartja a szemét a volt tanítványai. Igen. Önnek van családja? Hát édesanyámmal élek, igen, most már, ugye, nem, igen, nincs. Szóval saját nincs, sok gyerek van. Iskolában tanít? Hát most már nem, annó gimnáziumban tanítottam, de aztán utána most már csak magámban, és most már vizsgáztatok csak, meg főleg érettségivel kapcsolatban, emelt szintű érettségivel kapcsolatban dolgozom. És miért hagyta ott a tanári állást? Jaj, hát ez bonyolult. Mondjuk azt így, hogy az iskolám nem támogatta azt, hogy még egy diplomát szerezzek, és akkor én úgy döntöttem, hogy én mindenképpen szeretnék tanulni, és hát ekkor felmondtam. Azóta magántanítványai vannak abból. Igen. És abból meg lehet élni? Hát szerintem igen, hogyha valaki tényleg lelkes, és tényleg vannak eredményei. Mi a jó a tanításban? Hát látni azt, hogy a tudást át tudom adni, meg az, hogy őnekik sikereik lesznek az életben. Ez a fiú hogy keveredett Cambridge-be? Minden áron azt szerette volna, hogyha lehetséges, akkor, hogy külföldi egyetemre esetleg elmenni. És ez azt jelenti, hogy évközben is mondjuk e-maileket váltanak, telefonálnak egymásnak? Persze, meg hát ugye én is megyek ki mondjuk, akkor ott is tudunk találkozni, meg bárhol tudunk találkozni, úgyhogy ja, szóval bárhol a világban. Annyira, hogy a világban is elmegy a tanítványai után? Hát, ha valaki arra felé lakik, amerre éppen megyek, akkor igen.
Szerintem már... Itt van? Hát szerintem megjött? Igen. Aha, na de nem vették, akkor keresem. Mindjárt megkeressük és nem felhívjuk. Nem ott áll? Nem ő az? Nem, de mindjárt megkeressük. Nem, megkeressük, mert már hívott telefonon, és ja. Akkor hogy van? Nehogy aztán az legyen, itt a beszélgetésben elmulasztjuk a nagy találkozást. Nem, nem fogjuk elmulasztani, csak mint hogyha én már láttam volna. Na mindegy, jó. Hát ez egy ilyen dolog. Na, hát így is lehet valaki. Nem, ne, az a szép benne, hogy a tanár létére így ilyen szorosan, de nem jellemző. Hát meg mondjuk mondom, szóval így a családokkal is próbálom a kapcsolatot tartani, szóval... Családok is? Persze. Szüleivel? Igen, 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 igen. Hány ilyen tanítványával van ilyen szoros kapcsolattartás? Sokkal szerintem. Többször jött ki elém a reptére, mint a saját családom, úgyhogy... Igen. De ez mivel magyarázható? Ennyire szoros volt a kapcsolatuk? Ennyire pótanyagként funkcionált az életében? Hát egyrészt én Vas megyében élek, és a család, vagy hát most már nem Vas megyében élek, de a családom még mindig most is ott él, és a tanárnő itt van Budapesten. Ja, ez csak egy ilyen, ilyen kényelmi helyzet, igen. De ja, a reptér az egyik olyan hely, ahol tudunk találkozni. Előfordult már olyan is, hogy egyszerre utaztunk különböző helyekre. Úgyhogy a reptér az egy olyan hely, ami összehoz minket. És akkor leülnek itt egy büfébe, étterembe. Persze, kávézunk egyet, teszünk egyet, ilyesmi. Aztán megbeszéljük az elmúlt néhány hónapnak a történéseit. Egy politikai kutatóintézetben dolgozom, de a Közel-Kelettel foglalkozom. Nem európai és nem magyar politikával. Nagy szerencsére. Gondolom ezt akarja, csak nem tesz jól. Közel-Kelet is kicsit viharosabb. Viharos, de az izgalmas. Így van. És miért nem jött haza? Miért inkább ott megajánlottak egy állás, és az presztízsben annyival több volt? Sőt, persze, a presztízs jó dolog volt, de tulajdonképpen olyan csapattal találkoztam kint, akivel előtte még soha. Tehát a legjobb barátaimmal alapítottuk ezt a céget, azóta is közösen dolgozunk, meg hát angolul, és az angol volt az egyik legélvezetesebb része a dolognak, hogy angolul élem az életemet, és angolul tanulok. Tehát mindig is szerettem, és mindig is volt bennem egy ilyen igény, hogy egy angol anyanyelvű országban dolgozok és éljek, és azóta is nagyon övezem. Mondjuk az ilyen korosztálynál ez már tendencia, hogy igen sokan kispiccelnek a világ különböző pontjaira, tehát kevésbé maradnak itt, legalábbis én úgy figyelem sokan, meg. Sokan, biztos hallott róla már a Milestone intézet, intézettel kezdtem el, tehát Magyarországon kezdtem el tanulni egyetemen. Honnan ajánlották ki? Egy éven keresztül tanultam is Magyarországon egyetemen, és akkor utána a Milestone-on keresztül kezdtem egy kicsit felfedezni, hogy mégis külföldön milyen lehetőségek vannak. És akkor még olyan, hát olyan 15-en mentünk ki közösen Cambridge-ben, nagyon sokan szintén Oxfordba, különböző más angol egyetemekre, akkor is már Amerikában, és azóta ugye már több százon tanulnak másszor. És jól érzi magát ott kint? Jó, nagyon. Nehéz, főleg a Brexit óta. Volt ez az előletelepedési rendszer az Egyesült Királyságban, aminek köszönhetően. Az azt jelentette, hogy aki már kint tanult, kint élt több éven keresztül, és be tudta mutatni, hogy szándékozik az országban élni, az jelentkezhetett egy ilyen előletelepedési rendszerre, hogy az EU-s állampolgársága, tulajdonképpen EU-s állampolgárság nélkül, de munkajogot, lakhatási jogot továbbra is élvezhessen. És ez az, ami így a Covid alatt nagyon sokaknak megszűnt. Nekem is például. Én a mesterképzésemet a Covid alatt éppen Olaszországban végeztem. 6 hónapnál több időt töltöttem el az Egyesült Királyságon kívül, és emiatt ugye megszűnik a jogviszony. És akkor ugye most hát mint bevándorló rendes vízumjelentkezési rendszerben kellett újra visszamennem, és a hosszabb procedúrát végigjárnom. És milyen körülmények között él Cambridge-ben? Mint a legtöbb fiatal munkavállaló, tehát lakáson osztozunk, így a 30-as évei végéig is nagyon gyakori, hogy az ember 2 vagy 3 vagy akár 4 különböző lakótársról osztozik egy házon. De Cambridge egy nagyon kis családias környezet, egy kisvárosi, kisvidéki város, de mégis nagyon nemzetközi. Nem érzi magát az ember idegennek, és azt hiszem, ez az, ami a legjobban visszavonzott így a tanulmányaim után is, hogy ott dolgozzak, hogy az ember nem érzi magát idegennek, amikor különböző nyelveket beszélnek, és tényleg, amikor végig biciklizik a városon, akkor mindenféle nemzetet, mindenféle népet lát. Más nyilván egy kis angol városban, vagy egy angol többségű településen élni, ahol lehet, hogy nem olyan befogadó. Azt jól értettem, hogy
fiatalok létrehoztak egy kutatóintézetet, és abban tevékenykedik ön is. Mi ezt egy diák szervezetként alapítottuk, elkezdett érdekelni minket a Közel-Kelet és az Észak-Afrika, tehát az arab világnak a politikája, plusz ugye Izrael, Irán, Törökország, amik nem arab országok, de mégiscsak a régió részei. És először csak előadásokat tartottunk különböző politikán, hadászaton, szociológián belül dolgozó szakembereket hívtunk meg az egyetemre, kicsit megpróbáltuk felfedezni, hogy mégis milyen területeken dolgozhatnánk, miután elvégeztük az alapképzésünket, és kinőtte magát a kapcsolati háló olyan mértékben, hogy azt gondoltuk, hogy talán többet is tudunk belecsinálni. És akkor kezdtünk el publikálni, alapítottunk egy magazint, ahol magazin Közel-Keletet, mint egy átlagkutató, tehát egy ilyen think tank sémára alapítottuk ezt az egészet, tehát előadásokat is tartunk. Kik a megrendelőik? Dolgoztunk a Lordok Háza külpolitikai bizottságának egy kutatási projektet készítettünk nekik, például az angol nemzetbiztonságtól, az MI6-től, és van egy korábbi képviselő, Lordok Házai képviselő. Tehát különböző szakemberek, akik próbálnak itt segíteni minket. Úgy tűnik, hogy nagyon összehoztak. És ők az, akik így ajánlnak a projektokat, akik így bevezetnek minket egy kicsit be a világba. Egyedüli magyar a csoportban? Igen. A csoportársaim és hát a kollégáim most már, akik a barátaim is, az egyik amerikai angol, másik pedig amerikai izraeli. Hát nagyon örülök, hogy itt találkoztunk. A tanárnő nem volt könnyű rábeszélni, de itt az interjúban végig mindenre tudta a választ. Tanárnő mindenről tud. Tanárnő mindenről tud? Tanárnő mindig is ilyen típus. Hát van tanárnő és tanárnő. Tanárnő a tanárnő volt mindig is, aki nagyon, nagyon érdekelte, hogy mi van a diákja életében, és belevonta magát tényleg a hétköznapjainkba is. Nagyon köszönöm, hogy hagyták meg. Örülök, hogy megismerhettem. Minden jót kívánok. Köszönöm, azt mondom, hogy Csókolom. Kit várnak? Menjünk hát meg a négy unokánkat. Honnan? Londonból. Ott élnek? London mellett, Slova. Slova? Hát Slova. Viszonylag közel van. London és Windsor között aha, van Slova. Aha. Hát, mi az, hogy a menjünket? Ugye? A menjünk, hát meghalt a fiunk, 2000-ben ment ki, és építőmérnök volt, és balesetben meghalt, és a menyünk maradt ott négy gyerekkel, a menyünk kolumbiai egyébként. Hát most megbeszéltük, hogy jönnek így karácsonyra. Tavaly ugye mi voltunk a tragédia miatt. Igen, kint voltunk két hónapot, szóval elég bonyolult volt a Covid miatt. Fel kellett dolgoznunk, tehát most eltelt egy év, és most már azért tudunk. Egy baleset? Hát úgy, hogy nem ő volt a hibás, hanem az autópálya rendőrség az, aki lezárta, illetve megnyitotta a leállósávot a forgalomnak, és így a autóba beleszaladt. Hatalmas volt a forgalom, és nem látta, hogy ott leállt az autó. A déli mér azt ön is tudja, hogy egy pillanat elég. Ez így. Egy pillanatra elnézett, hogy mit keresnek ott azok a kisgyerek meg az apuka. Olyan messze volt körülbelül, mint ön tőlem. Így ment a motorral, és annyit lát, hogy ott áll egy apuka, a három igen, éves gyerek. Visszanézett már, kész. És ennyi volt. És azonnal meghalt? Azonnal. Úgyhogy ez egy tragédia volt, és ezt földolgozni, hát egy anyának. Jó, hát most talán itt az unokákkal majd kicsikét jobb lesz. Mikor történt? Ez tavaly májusban. Szóval gyerekük van még? Igen, van egy lányunk. Ott is van még egy unoka, úgyhogy öt unokánk van. Ezek szerint most jön a négy unoka? A négy unoka, igen. Megjön és akkor a majd jön a menyünk, igen. És akkor hogy ismerkedtek meg, hogy a menyünk azt mondja kolumbiai? Úgyhogy a fiunk 2000-ben kiment dolgozni Londonba. Mit csinál? Hát akkor még csak a pizzázóban. Mit? Pizzázóban dolgozott csak. És akkor ott megismerkedtek. Egymásba szerettek, akkor a fiam kiment vele Kolumbiába, ott Dél-Amerikában élt, vagy másfél évig utazgatott is. Ott volt az esküvőjük Bogotába, és akkor visszaköltöztek Európába. Önök is ott voltak az esküvőn? Igen. Igen, Bogotában? Igen. Fantasztikus ország Kolumbia egyébként, fantasztikus.
annyira csodálatosak az emberek, közvetlenek, meg hát a zene, meg minden. Hogyan tudta rábeszélni a fia a feleségét, hogy inkább Angliában éljenek, semmi a csodálatos Kolumbiában? Ő már eleve nagyon szeretett volna itt élni. Tehát, igen, hát Adriana. Európában vágyott. Igen. Most is inkább azt választja, a nővére nem is. Megy vissza Kolumbiába, nem sem Magyarországra. Nem akar visszamenni. Nekik, ami a, az hát a, igen, ő azt az, már megszokta szomba lány év alatt. Hát ő 99 óta kint élt már Londonban. Négy unoka van? Négy, igen. Négy lányom. Két fiú, igen. Két lány. Nem sűrűn találkozunk, de hát úgy azért tartjuk a kapcsolatot, tehát beszélgetünk. Skype-olunk, csetelünk, fotókat küldünk, minden. Hány évesek az unokák? 17 lesz a legidősebb, ő egyetemista, 13 a nagyobb, a kisebbik fiú, az Olivér. Igen. És 10 és 8 éves. Hát 8-ról 17-ig tartanak. Igen. Tudnak magyarul? Tudnak. Csak mert ugye az apukájuk miatt úgy azért feledésbe merül a nyelv, hogy nem használják. Lesznek problémák, de szerintem pár nap is. Ismét a nagyszülők segítségével átállnak. Persze, természetesen. Igen. Ha több magyar szót hallanak, akkor azért visszajön. Meg szeretik a meséket, meg a filmeket. Tehát magyar úgy, meséket tetszik mondani nekik? Hogy ne, a fiam az a magyar népmeséket is mindig nézette velük, meg magyar mesekönyveket. És a lányok azok állandóan hozták a magyar mesekönyveket, hogy olvassunk. Mióta nincs az édesapjuk, az édesanyjuk azért ugyanúgy tartja önökkel. Hogy ne, mi még az nagyszülőkkel, a kolumbiai nagyszülőkkel is non-stop nevelezésben vagyunk, sőt a nővére, a menyem nővére kint él Münchenbe, úgyhogy nemrég vele is találkoztam, mert kint voltam Münchenbe, úgyhogy mi nagyon így, hát a nagy család, ez fontos, a szeretet, a család. Muszáj, ez kell. Ők jól éltek? A házasságukra gondol, igen. Igen, nagyon nagy szeretetben voltak. Egy nagyon jó ember volt, tehát egy családcentrikus, dolgos, meg... Vállalkozásra is kezdett beindulni. Hány éves volt? 42. Nincs erre magyarázat, hogy ez miért történik. Mi ezt így próbáljuk elfogadni, hogy ez egy felsőbbrendű akarat, vagy mit lehet erre mondani? Csak nem. Így lehet, azt hiszem, túlélni egy szülőnek, igen. Ezt, ugye? Hát így. Igen. Meg az unokánk, az unokáink, azok viszik tovább. A legidősebb az tiszt az apukája egyébként. Igen. Látják benne a fiúkat. Igen. Van egy kis indián vér. Van azért, igen, mert van, az anyukájuk igen. Egy nagyon szép, kolumbiai, gyönyörű, hosszú, fekete haja van, illetve most már levágatta. És egyik őse, az még indián volt. Uh-huh. Látszik azért a vonásaiban. Nagyon jó a kapcsolat önök között? Nagyon is, tehát, hogy természetesen. Attól, hogy a fiúk elment, nem romlott. Hogy ne? Abszolút nem. Folyamatosan tájékoztatom úgy is a menyünk, hogy mi történik a gyerekekkel, merre járnak, tehát mindent tudunk róluk. Szóval ez nagyon jó. De mindig is nagy szeretet volt kettőnk között, illetve hát így a menyünkkel. Uh-huh. Úgy szeretjük, mintha lányunk lenne. Tehát ritka is... az ilyen, biztos tetszik tudni, amikor anyós nem, és menny ilyen tudom, jó kapcsolatban igen, mert van. Én az anyósommal én is jóban voltam, úgyhogy nem tudom, én ezt így próbálom továbbadni. Ezt a mi családunkban ez már hagyomány. Hányadszor járnak Magyarországon? Négy. Hát, szerintem négy vagy öt. Menjünk már vagy 6 vagy 7, mert ő többször aha. Volt. Ugye kezdődött, mint barátok. Hozta a fiú haza, mint barát. Igen. Utána már jött az esküvő, aztán megint haza jöttek, mint már házastárs. Sőt, a kolumbiai szülők is, meg testvére. Ők is már voltak itt Magyarországon? Ők is voltak. Ilyenkor akkor megmutatják az országot. Hogyne, voltunk Budapesten, Balatonnál, imegyek a Balatont. Hol tetszenek élni? Szegeden. Szeretnénk, hogyha többet lennének itt Budapesten. Most vannak nekünk itt rokonaink, és akkor terveztük is, hogy majd körbe vezetjük Budapesten őket. Uh-huh. A nevezetességet legalább azokat lássák. Meddig lesznek ők itthon? Január 2-án mennek hát vissza. Hát akkor bőven ki lehet élni. Reméljük, hogy lehet. Igen, hogy ne. Hát. Igen. A négy unoka azért valamennyit segít a fájdalom egyébként. Igen, így ahogy mondja. Hát ez
ez benne van az ember életében, az elvesztés, csak nem mindegy, hogy ez hát mikor következik be. Sok erőt kívánok az élethez önöknek. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, viszontlátásra. Lesz még folytatás, de most 30 másodpercre támogatóinké a szó. Ünnepeljük együtt a Cinema City 25. születésnapját a mozikban. A világ szépségei felfedezésre várnak. OTP Travel, mert biztosan utazik. Már is folytatjuk a reptéri történeteket. Kire vár? A barátnőmre várok. Barátnőjére? Aki? Igen. Honnan jön? Amerikából, és 4 hónapra ment el, úgyhogy most izgatott vagyok eléggé. Örökké valóságnak tűnik a 4 hónap? Nagyon, igen. Tényleg? Igen. Mit csinál a barátnő? Mit csinált odakint? Az édesapjának ott van kint munkája, matematikus, és így fél évre most kivent a családdal. És közben azért gondolom leveleztek, vagy skypoltak? Persze, vagy... igen. Próbáltunk minél többször telefonon, meg videóhívásban, csak 6 óra eltérés van, és így nagyon nehéz volt. Ez egy hosszú kapcsolat? Éve vagyunk lassan együtt. Amivel persze fél év kihagyás volt. Igen. Ön mit csinál? Végzős vagyok most a Budaörsi és Gyula gimnáziumban. Ó, az egy híres gimnázium. És egyébként mire készül? A Corvinus gazdaságra szeretnék tovább menni, de még meglátjuk, hogy hogyan. És az Egyszár Rózsát, ilyen a kapcsolatuk? Adtam már neki virágot, és nagyon-nagyon örült neki, szóval úgy voltam vele, hogy most is biztosan szívesen fogadja. Nagy szerelem? Igen, nagyon. Én mindent szeretek benne. Hogy ismerkedtek meg? Besétált a termünkben, azt hitt, hogy neki volt órája, ott elkezdtünk beszélgetni, aztán írogatni, aztán pár randi. És akkor már össze igen. is jött a dolog. Igen. De ugye egy iskolába járnak igen, ezek igen, szerint. Igen. És ő is negyedikes? Nem, ő alám jár. Korábban hogy nem vette észre? Láttam így az aulában, csak így nem nagyon volt alkalmam beszélgetni vele, meg így nem tudom. Akkor gyulladt szerelem. Igen, van igen. ilyen, van ilyen egyszer. És mit szorongat még ez mi? A legjobb barátnője készített neki egy plakátot közös képekkel, és viszont és sajnos nem tudott kiadni, mert elutaztuk, aha. és megkérte, hogy adjam oda neki. Mi volt a legnehezebb ebben a 4 hónapban? Próbáltam állandóan boldogan tartani őt, és ez volt a legnehezebb, mert mindenki hiányzott neki, és teljesen érthetően, és nekem is hiányzott nagyon ő, és így. Hogy kell boldogan tartani valakit 4 hónapon át? Próbáltam elterelni a gondolatait arról, hogy barátaim mennyire hiányoznak, próbáltam felvidítani. Nem érezte jól magát Amerikában ő? Jól érezte magát, csak jött volna haza már nagyon így a vége fele. És mit csinált ő a 4 hónap alatt azok, hogy az édesapjának? Ő iskolába járt rendesen. Aha. Az is teljesen más volt, meg beilleszkedni. Uh-huh. Tehát ott is tanult igen, ő igen, igen. az adott évfolyamnak megfelelően. Igen. Szép lány? Nagyon. Nagyon. Okay. Sok sikert kívánok, köszönöm és szépen. Viszontlátásra. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.
way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime. Kire vár? Alans. Honnan érkezik? Most München. Ő ott él? Igen. Ön pedig itt Pesten? Nem. Én is ott. Csak ön én... is Németországban? Igen. És akkor, hogy nem együtt utazta? Hát mi 700 kilométerre élünk egymástól. Németországon belül? Igen. És hogy került ki annak idején, nem tudom mikor? Én 1982. szeptember 1-ig hagytam el Magyarországot. Egy kelet-német országi munkára mentem ki, egy magyar cégtől. Mit dolgozott akkor? Én lakatos, hegesztő munkát csináltunk teljesen végig. És aztán ott ragadt? Igen. Megismertem a feleségem, megismertem én sok mindenkit ott. De, feleségét megelőzve nyilván. Igen, és egy ilyen szabad életet éltem, nagyon tetszett. Azért annyira szabad élet akkoriban az NDK nem volt? Nekünk az volt, mert mi nagyon jó pénzt keresünk annak idején. Uh-huh. Az NDK sok keveset kerestek, de mi kaptuk a kiküldetést, tehát mi jó éltünk. Semmilyen nyelvtudásom nem volt. Vagy hogy kiküldték? Hát úgy volt egy valaki, aki vigyázott ránk. Úgy, ő tolmácsolt? Igen, ő volt a tolmács, elvitt az orvoshoz, kinek mi baja volt. És mi ilyen hölgyektől, diszkóba, itt-ott tanulgatunk németül. Én nem is gondoltam, hogy hazajövök Magyarországra, csak amikor 1989-ben megjött a nagy változás, a két ország egyesült. A két német ország? Igen. Én Kelet-Berlinben laktam, Nyugat-Berlinben dolgoztam. Én átjárhattam a magyar útlevelemmel minden nap. Még a régi rendszerben? Igen, a régi rendszerben. És akkor úgy történt, hogy jöttem vissza, mindenki engem puszítgatott, én nem tudom, mi baj. Hát akkor lett a fal lebontva. És úgy gondoltam, hogy nem nagyon éri meg Magyarországra, meg nem is volt csak édesanyám kívül senki itt Magyarországra, mondom, minek jöjjek haza. Meg hát ott vette el végül a feleségét. Ott vettem el a feleségem. Német lányt? Igen. Még a mai napig is a feleségem. Nem valami vidáman mondja. Most hogy mondja? Ha valaki 30 évig házas, Az egy olyan dolog, hogy nagyon szép dolog, de ez most ezt nem megszokja akarom... Megszokja az ember. Igen. Segítek önnek. Igen, és ugye mi ott maradtunk nagyon sokan az új Németországban, ami már nem NDK volt, hanem Német Szövetségi Köztársaság, de egy volt az ökkenő, ha valaki nem vesz el valakit ott feleségül, akkor el kellett volna hagyni az országot abba időben. Azért vette el a feleségét érdekből? Igen, igen. És akkor 1900, mikor volt ez most, 33 éve megszületett a lányom. Akkor el kellett ismernem, hogy van ott egy gyerekem, aki épp most jön, és ő német állampolgár, ugye az anyja az német állampolgár, én meg maradtam magyar állampolgár. De ott élnek mindannyian? Nem. Nem? Nem. A feleségem nem menne vissza semmi pénzé Németország. Ja, hova került a felesége? Ide jött? Itt van Magyarországon. Én, nekem itt van. Német létére? Igen. Ő nem menne vissza. Annyira szeret itt élni? Igen. Hogyha a körülmények megvannak, mindegy, hol él az ember. És ön miért nem tartott a feleségével? Nem, a feleségem nem tartott velem. Mit is lehet mondani? De miért nem jött haza ön? Mert én nem látom Magyarországon azt, a megélhetést, ahogy ott az emberek élnek. Én nem látom azt, hogy például a német egészségügy egyik legjobb a világon. Itt nem az emberekkel van a baj, mert mindenki egy normális, én sem vagyok másabb, mint itt, akik itt vannak. A különbség az a felfogás. A Németországban mindenki arra törekszik, hogy hivatalosan megkeresse a pénzét. Én úgy látom nagyon sokszor Magyarországon, hogy keresik az emberek a kiskaput. A kiskaput, hogy lehetne másképp megoldani a dolgot, hogy nekem több maradjon. Németországban nincs adócsalás. Legalábbis ilyen szinten nincs, a mi szintünkön. Lehet, hogy van, csak én nem érzem. Mert ott mindenki a kötelező adót, azt odaadja az állam. Itt pedig megy az ügyeskedés, úgy tapasztalja? Úgy. Úgy, sajnos úgy, és az, hogy az embereket, ez ugyanúgy, mint a lengyelek téma, hogy az embereket rákényszerítik, hogy lopjanak. Mert én szerintem, személy szerint hivatalosan nem bírják azt a pénzt megkeresni, amire nekik szükségük van.
Magyarországnak a fele beteg azért, mert hajszol, jaj a családom, jaj a... Így sokat kell dolgozni, ott kevés is. Pénzért. Ott is nem fizetik meg őket, mint Németországban, ha csak a két ország közötti vérszínvonal különbséget nézzük. Nekem az én cégemnél, amit én vezetek Németországban, ott van most 36 magyar. 36. Időközben ön cégvezető lett? Igen, én egy egész nagy cégnek, én vagyok az igazgatója egyedül. Saját cég? Többek között igen. Van egy anyacég, az egyik nagyon régi barátom, akivel az NDK-s időben együtt voltunk, és én vagyok a leányvállalat. Szóval ezt nem lehet mondani, hogy teljesen saját cég, de én vezetem egyedül a céget. Én Németországban megcsináltam a mestervizsgát, akkor a mester fölött még egy fokozatot, hogy tudjak, én 17 évig csak németekkel dolgoztam együtt, és ott én voltam magyar létemre a mester. Jó, lehet, hogy sok embernek az nem tetszett, hogy pont egy külföldi a mester. Elfogadták. Hát muszáj volt nekik, mert ott nincs más lehetőség. Aki a főnök, az a főnök. Szóval... Meg hát nyilván kivitt a presztízsét, a becsületét a szemükben, nem? Igen. Az, hogy egy külföldinek egy kicsit mindig többet kell dolgozni, mert mindegy, hogy hány évig vagyok én ott, akkor is külföldi. Szóval egy külföldi. Mai napig? Igen. De most nagyon nagy a munkaerő hiány egész Nyugat-Európában, szóval ott baj van. Csak az a baj, hogyha valakit elhozunk Romániából vagy Bulgáriából, azok meg sem bírják kapcsolni a német gépet. Miért? Mert ott a technika egy 20 évvel még visszaadott. Amely, mint az anyaországukban. Igen. Például, hogyha valakit odahoznak Bulgáriából, először egy fél évig kell dadósgatni, hogy tudja, hogy mi hol van. És a magyarok szerintem ezen a szinten sokkal. Én hirdetek különböző magyar médiákban, hogy keresek hegesztőt, lakatost, akkor itt Magyarországon levizsgáztatom, szóval megnézzük azért, hogy ki mit tud. Nem úgy van, hogy csak valakit kihozunk, mert szép a szeme, megnézzük, hogy tud-e valami. Akkor kijön, hagyjuk fejlődni. Szóval én megmondom úgy, hogy van, nálunk lehet keresni, nettóba egy magyar munkás keres 3200 eurót én nálam. Ami azt jelenti, hogy 1 millió 200 igen, forintot. Igen. Ez teljesen hivatalos, bejelentett munka, német betegbiztosítás, német nyugdíjbiztosítás. Hát akkor örömmel mennek önhöz dolgozni. Szóval a mentalitást meg kell tanulni. És én úgy látom, hogy nekünk magyaroknak nem nagyon kell szégyenkezni sehol a világon. Milyen a házasság a feleségével? Ő itt, német létére, ön magyar létére, ott. Ez hosszú házasságnak ez a titka. Ez, hogy nem idegesíti magát minden nap az ember vele. Ünnepetre jöttek haza? Igen, de mind a ketten megyünk is vissza. Szóval 26-a, 27-én indulás. Én autóval, lányom repülővel. Most ilyenkor találkozunk egy pár napra, de hát ez az életrendje, ha valaki így szokja meg az életet, így. De jó élete volt, ugye? Legalábbis olyan csunggal beszél róla, hogy... Jó. Én nem bántam meg egy napot sem az életemben. A jó kedv. Ez nekem most például itt Magyarországon hiányzik. Nem nevet senki. Mindenki olyan búvánatosan megy. Szóval az... Nem tudom. Én nagyon szeretném, hogy itt jobb lenne minden. De úgy tapasztalja, hogy nem jó? Nem. Olvassa a magyar sajtót? Interneten keresztül, igen. Mondjuk az Európai Unióról nekem egy kicsit másabb a véleményem, mint itt az embereknek. Én egy másik oldalról látom az Európai Uniót, mint itt az embereknek el van magyarázva. Mert ugye én benne... Hát az a hivatalos politika, már a hivatalos magyar politika, hogy itt szidja folytonosan az Uniót, és nyilván Németországban egy egészen más látószögből tekintenek rá. Én nem szidhatok valakit, és akkor másit nem gondolom, hogy adjál már légy szíves egy kis pénzt. Szóval nekem ez nem fér a fejembe, hogy például én, hogyha Magyarországra eljövök, és emlékszek rá, hogy 60-tól Salgótarjánig volt ez a régi zötyögős 21-es út, és most, mikor az Unió adta a pénzt, most Salgótarjánig el lehet menni négysávos úton. Ez nem lehetett volna az Unió nélkül megcsinálni. Lehet, hogy még ott a kecskével lennénk valahol. Most ez egy kicsit durva hangzik, de szóval én szerintem az Uniónak azért csak van jelentősége Magyarország felé, és mert segít. Közben nem jött meg a lánya? Közben már kiment a lánya az autón. Ja, látta itt fél szemmel? Igen. Hát ide hívtam volna. Ő nem akar. Ő nem akar? Nem. Ilyen típus? Az úr, igen. Ilyen elzárkózó? Ő olyan. Azon nem gondolkodott, hogy visszatelepül Magyarországra?
Egyelőre nem. Mi most az pár év nyugdíj, és akkor majd meglátjuk, mi lesz. Nagyon köszönöm. Viszontlátásra, minden jót kívánok. Ki vagy? Téged hogy hívnak? Mondd már meg a neved. Majd félúton. Majd félúton egyszer csak? És önben kit tisztelhetünk? Jó estét. Nagy Solymosi Andrea vagyok. Kit várnak? Férjemet várjuk. Apucit, ugye? Honnan? Szomáliából jön. Békefenntartó egy ilyen EU-s misszióban. Egy éve van ki. Hát februárban jár le majd neki a missziója, és addig van kint. Milyen gyakorisággal látják egymást? Volt, hogy két havonta, most sikerült úgy, hogy havonta jött, és hát így. Így. Összesen egy négyszer volt itthon az egy év alatt. Ő az egyetlen gyereke? Nem, van még egy kis húga otthon. Még van egy kis húga. Igen. Hugodat hogy hívják meg, mondod? Zara. Zara. Zara? És te meg a? Zoe. Zoe. Zoe és Zara. Igen. Édes kislány vagy, tudod-e? Azt hiszem tudod. Hát hogy ne. És akkor így egyedül a két gyerekkel kénytelen? Hát nagyszülői segítséggel, igen. A kicsi az 5 hónapos, úgyhogy nem tudtuk, amikor kiment, hogy ő majd jönni. Szóval pont egyszerre jött össze a két dolog. Mm. És hát így, a mamákkal. Két nagymama segít, úgyhogy nem egyszerű, úgyhogy várjuk a végét. A békefenntartás mit jelent az ő esetében? Mit csinálnak ők? Hát tulajdonképpen az ottani rendőröknek a munkáját irányítják, segítik, úgyhogy olyan konkrétan nem tudom, mert mindenben nem avat bele. És Szomália egyébként egy meglehetősen kaotikus ország, ugye? Hát igen, pont amikor kiment, rá egy hétre volt egy ilyen bombariadó, hát akkor pont mondtam neki, hogy máskor ne szóljon, mert ugye kismama voltam, és így nem érintett olyan pozitívan. Az meg tudom érteni. De úgyhogy azóta nem nézek híradót, és akkor így jobb. Igen? Így védekezik, hogy nem néz híradót? Nem tudja, mi van Szomáliában. Amúgy is jobb szerintem, hogy nem nézem. És könnyedén elengedte, amikor ez szóba került? Hát volt már kint, amikor vele voltam terhes, akkor Koszovóba volt. Úgyhogy nálunk ez végül is ilyen megszokott dolog. Hát könnyen úgymond, mindig akkor nehéz, amikor már nincs itt. És ez egy szenvedély, a hivatás szenvedélye, vagy pedig leginkább olyan pénzbeli különbség, amiért megéri? Hát anyagi okok fogva. Főként, meg hát ő azért szereti is, tehát neki úgymond egy hivatás ez. Kecskeméten lakunk, ott nyomozó, és akkor ilyen 1-2 évre szerződ. Először Egyiptomban volt, nem Koszovóban, most pedig Szomália. Ó, hát akkor ez már a harmadik úgy. Igen, jön. Igen, igen. És sokszorosát, hányszorosát keresi ott kint? Annak nem kell összeget mondani természetesen. Hát, mondjuk 6-7-szeresét, biztos. Azért vállalja ezt a kockázatot. Hát igen, mert azért így nyilván mi is fiatalon kezdtük, én a védőnök fizetésből nagyon nem tudok félretenni, igen. És hát meg a rendőriből se, tehát nyilván közalkalmazotti pályán azért az, hogy megteremtsük nekik úgy a jövőt, ahhoz kell egy ilyen plusz mindenképpen. Nyissuk most ki. De nagyon veszélyes. Jó. Na, vagy kinyitom? Nyugodj! Hát a gyerek kéri, a gyerek parancsol. Hoppá, de szép! Gyönyörű esernyőtök van. Köszönjük! Az övét otthon hagytuk. Hasonlít anyuk a sapkájára tulajdonképpen. Próbáljuk színesíteni az életet. Ilyenekkel, ugye? Igen. Tényleg milyenek a hétköznapok? Hát nehéz, mert a kis húga az nem lett egészséges sajnos. Úgyhogy vele azért nagyon sok munkám van, úgymond fejlesztések, vizsgálatok. A fő probléma a szíve, tehát van neki egy szívbetegsége, amit majd műteni kell 4-6 hónapon belül, úgyhogy hát főként ezért nehéz. Tehát ha ő egészséges lenne, azért más lenne. Úgy, de azért egy vidám anyuka. Olyan vidám anyuka maga. Na most ez egy vidám nap. Vidám nap, mert megjött a férj, és majd ő leveszi a válláról a terheket. Nagyon várom, igen. Hát főként este nehéz, mikor úgy elmennek a mamák, és akkor egyedül a két gyerekkel, azért úgy az... Napközben ott van a két nagymama? Hát délelőtt anyukám segít, őt elviszi bölcsibe, stb. És akkor este van ott anyósom, hogy hirdetés, és utána mennek el. Hát utána rossz. Egyedül van nagyon. Hát igen, igen. Nem csak fizikailag, hanem érzelmileg is, igen, ugye? Igen, igen. Mindegy, most örülünk, mert jön a karácsony, jön a puci, úgyhogy
Meddig lesz itt már? Most 3 hét, és akkor január közepén visszamegy még, és február közepe az a vége teljesen. És aztán vállal újabbat, majd kis nem. pihenés után nem engedi? Nem mehet. Nem mehet? Most 10 év pihenés. Igazából 4 éve vagyunk együtt, abból 1 évet laktunk együtt végül is. Most már azért örülnék, hogyha kicsit többet itt lenne és részt venne a feladatokban. Mert most már azért neki is hiányzik, tehát most már nagyobbak. Uh-huh. Hogy egyre nehezebb lesz így. Mindig vagyunk. Nagyon örülök, hogy megismerkedtünk. Hát, köszönjük szépen, mi is örülünk. Minden jót kívánok. Köszönjük. Kezét csókolom. Viszontlátás. Igen, természetesen. Kire vár? Lányomra várok. Az egyik lányomra. Hány lánya van? 2 lány, 1 fiú. És a lány, akire vár, honnan jön? Most Párizsból jön, az UNESCO-nál gyakorlok. Régész az szakmája, és mezopotámiai proféták sírjainak a feltárásán dolgozik Irakban, meg Párizsban, és a feladata megnyitni és ismerté tenni, látogathatóvá tenni. A sír? A sírokat. És ezzel foglalkozik a lány? Igen, Párizsban. Igazából most egy bemutató kiállítást szervezett. Nemrég végzett. Itt? Nem, Londonban, UCL-en végzett. Hogy került ki egyetemre? Mindenáron mindig oda küldtük, oda akartuk. Jó tanuló volt. Egy igazi beleveló magyar csaj. Úszott, merült, lovagolt. És miért gondolták, hogy inkább kint tanuljon, mint itthon valamelyik egyetemen? Jó egyetemre vágyott, jó tanuló volt, nagyon jó tanuló volt, minden dicséretes, nem is tudom, szóval... Hát itthon is vannak jó egyetemek. Vannak jó egyetemek, de hát miért ne? Oxfordba is felvették, Lady Margaret Hall College-ba is felvették, de aztán a londoni UCL-t választotta. Régészetben a világ legjobb egyeteme. Mindig régész akart lenni? Elég kicsi korától. Drága édesanyám, az ő nagymamája, az a kertünkben, Érden lakunk, a kertünkben ellászott csirkecsontot, ugye a fű, gyeptégla alá becsúsztat minden, és amikor a pici lányommal sétált, és mondta, hogy mintha itt más színe lenne a fűnek, nézzük csak mi van. Ó, lehet, hogy ez egy szaurusznak a csontja. Hát már kicsi korától be volt oltva ezzel. Kicsi korától, igen. Ön már mivel foglalkozik? Én reklámgrafikus voltam, már beleöregettem egy kicsit, 82 éves vagyok. Gondoltam volna, mert olyan karakteres az öltözet, ez a fehér sapka, a sál. Színes sál, igen. Színes sál, így öltözik? Igyekszik az ember, igen. Nem pontos, de hát a fogason ott lóg ez, meg egy szürke sál, akkor ezt veszem fel. Mondta, hogy van még 2 gyereke? Igen, igen. A kisebbik lányom az festőművész, és most a meghalt feleségemnek a játéktervező és gyártó cégét vette át. Hatalmas felelősséget vállalt magára, 20 alkalmazott és exportra, 100%-ban exportra játékokat csinálunk. Felesége játékkészítő volt? Iparművész is, aki kitalált babzsákok, játék, állatokat, és Németországban, Svájcban és Franciaországban eszméletlenül befutott. Most jöttünk haza Berlinből. Azért, mert a kocsim egyedül talál ki a repülőtérre, már nem egyszer. Berlinből jöttünk most haza, ahol olyan eszméletlen sikere volt, a kisebbik lányom kiállított ott egy... A saját tervezésű játékait? Igen, a miénk, igen. De hát a feleségem díjakat nyert. Formatervezési nívódíj, Spielgut, német Spielgut, ez a német szövetség, német dizájnerek szövetségének a díja. De a legérdekesebb nyert plagiárius díjat is. A legtöbbet lopott, tehát az ő ötleteit lopták, és akkor megnevezték, sajtóban megnevezték a lopó. Tehát tervezett egy játékot, és azt, ha sokan lopták, akkor magát a művet kitaláló eredeti művészt kitüntették. Szó szerint, igen. Igen. Jó, nem? Ez volt a felesége, akitől ez a, lopták? Igen, ez az én drága feleségem. Igen. És igen. Mit loptak el tőle? Milyen játéktervet? Egy babzsák játék sorozat volt, egy család, hüllők, béka, gyík,
ilyesmi, és ez egy olyan babzsák formában, kövérre tervezve és fogdoshatóan. És ezt aztán lopták világszerte? Igazából egy olasz és egy spanyol. És egy spanyol-német páros lopta el, és a németeknek szúrt szemet. És nem büntetik azokat, akik lopnak. Csak nyilvánosságra hozzák. Nyilvánosságra, és kitüntetik azt, akitől loptak. Igen. Ez igen. Jó, nem? Be kellene Magyarországon is vezetni, nem? Jól értettem? A felesége nem sokkal ezelőtt meghalt? Igen, rettenetes, igen. 60 mit évesen. Szívinfarktus. 26 napig volt élet és halál között. Csodát műveltek, 3 új szívet próbáltak ki rajta, és mi végig fogtuk a kezét. Ne tudja meg, Friderikusz úr, a életem mély pontja. És különösen azért egy kontraszt, mert mind a ketten boldogan, sikeresen, viszonylagos jó módban, és szakmailag is elismerten, és a gyerekeink sikeresek éltünk, és akkor egyszer csak így összeomlott minden. Egyedül maradtak? Egyedül maradtam, igen. A gyerekek közül már mindegyik távol van? Igen, igen. Tehát nem együtt él egyik? Nem. Hát most el a hazajön, és karácsonyra együtt leszünk, de meg a másik lányom is, meg a fiam is jönnek, igen. És a fiam mivel foglalkozik? A fiam egy életművész, alkalmi munkákat. Egy diplomája van, de aztán utána hagyott mindent, és nem tudom. Mondjuk úgy, hogy meghasonlott. Legkevésbé vele van szoros kapcsolata? Igen. Nem szeret engem, én szeretem őt, mert az enyém, de az én fiam, de úgy látom, hogy zavarja őt ez a kicsit gyagyapapa, akinek mániája az a minőség, mániája, hogy csak a legjobb egyetem, csak a legjobb dizájn, nekem ez a mániám. Ahogy a német mondja, niemand ist vollkommen, senki sem tökéletes, nekem ez a hibám, hogy maximalista. Természetesen most hencegek, drága Friderikusz úr, igen, hencegek, maximalista vagyok. Nem olyan nagy baj, pláne ebben a mai világban, ritkaság. Ugye? Igen. És a fia mégsem értékeli ezt az apjában? Részben igen, csak én nagyon odamondogatos vagyok, és akkor ő türelmetlen velem, inkább így mondanám. Én türelmetlen vagyok vele, és ő türelmetlen velem. Tehát a két férfi nem egyezik. Igen, lehet mondani. Már inkább nőkre jellemző ez, családon belül, nem? Nem, az én lányaim azok, ne tudjam. Friderikusz úr, kikísértem a lányomat, mert már 17 évesen érettségizett. Kikísértem az Oxfordba a interjúra. Látták, hogy ott áldogálok, és akkor felültettek a tanári asztalhoz. És akkor oda jött egy prof, később megtudtam, hogy a világ leghíresebb régész professzora. Lányom akkor már 2 napja beszélgettek vele, nem hivatalos felvételi volt, hanem együtt vacsoráztak, és akkor délbe az utolsó, a második napon délbe oda jött, oda hajolt ez a prof, és akkor azt mondta, hogy Master, Master, no, uram, tudnia kell, az ön lánya a világ kulturális elitjéhez fog tartozni. Mondom, it's meant, it's accepted. Igen, felvettük. Gondolja meg, szóval... Milyen öröm ez egy apának, hát nem, ugye? Hát most is még kicsit könnyes lesz a szemem tőle. Igen, hát nem egy fantasztikus dolog, igen. Akkor szemefényei a két lánya. Meg a fiam is nagyon szép. A fiam egy olyan szép fiú. És van neki, unokám is van tőle. És ez az első karácsonyuk lesz a felesége nélkül? Igen. Áprilisban halt meg, és rettenetes szenvedés után. Egy olyan asszony, aki nem tudok eléggé szerénytelenül, dicsérni őt. Egyszerűen elképesztő, amit... Úgy érzem, jó házasság is volt ez. Igen, szeretnék igen. Második házasság, és 30 évig éltünk együtt. Igen. Második házassága volt? Igen, és vele 30 évig. Mindig vicceltem, hogy mikor kérdezték, hogy hány nyelven beszél, mert sok külföldi kapcsolatunk volt, barátaink is, meg szakmai. És akkor mindig kérdezték, hogy milyen nyelvet beszél, és mondom, magyarul is csak keveset, mert szűkszavú volt, és inkább megmutatta, inkább tette, inkább rajzolta, mint hogy dumált volna róla. Szembe velem. Igen. Akkor nehéz lesz ez az ünnep most önnek. Nagyon nehéz most, igen. Én már most is ilyen a kocsiba jöttem, ahol számtalanszor jöttünk a lányunk elé, és együtt. És a becsekkolásnál tudja van, hogy ott be lehet menni, egy dalabig elkísérhettük, és ott integettünk neki mindig. És akkor beült a gépbe, és akkor még SMS-ett, hogy szeretlek titeket. És most gyűjtők voltak, akik a játékait gyűjtötték. Verekedtek.
bizonyos kiállításokon. Például Berlinben egyszerűen egy kiállítás nyílt 10 órakor, egy hetes kiállítás, és akkor a 10 órakor, amikor nyitották a kapukat, akkor 8-10 férfi és nő rohant be a mi kiállító standunkhoz, és egymás kezéből szedték ki a... Gondolja meg. Játékokat, amiket a felesége tervezett. És csinálta is, hát ő csinálta is. Hát volt olyan időpont, ide, amikor 100 alkalmazottunk volt, de mondjuk most is 20 van. Hogyan lesz az ünnep? Ki főz például? Kagylót teszünk, azt én főzöm, és halat pedig a lányom süt. Ha megérkezik, akkor ő fog sütni. Igen, lazacot eszünk, ez már épp egészben egybe egy lazacot, ez már szintén 20 éves hagyomány nálunk. Ez korábban a felesége dolga volt? A lazac a feleségem dolga volt, igen. És most a lánya átvette? Most a lányom átvette, ez a párizsi lányom. A kisebbik lányom a dolga a karácsonyfa díszítés. Ennek a lányának kint van családja? Nincs, egyedül él még. Volt neki, hát ő Belizben ásatáson dolgozott a diploma után, és a master diploma előtt, Közép-Amerika, sokan nem tudják, hogy mi az a Beliz. Beliz a maják közt. Ott dolgozott, és ott összeszedt egy helyi fiút, aki óriási kaland volt, mert éveken, hát 3 vagy 4 éven keresztül együtt laktak, és állandóan elhozta. Ne tudja meg, hogy az idegenrendészeten mit kellett nekünk letennünk, teljesítenünk, hogy beengedjenek egy közép-amerikai, guatemalai állampolgárságú, Belizben lakó indián srácot. Úgyhogy mi mindig napokat töltöttünk el szóval ott az idegenrendészeten, igen, a feleségemmel látja, még megint sírni fogok. Na, de szakítottak. Igen? Alexisszel, igen, nem tudom, ki tudja ezt. Igen, a lányom szakított vele. És akkor ilyenkor mindig valamilyen ásatáson van? A proféta sírját, amelyiket az iszlám is, meg a, hát az egyisten hívő vallások mind, ugye, meg a zsidók is, meg a keresztények is zarándok helye, és ezt körülépítették ócskabályok viskókkal, ezt a nagyon szép kis épületet, és a lányom dolga most az, hogy rávenni a hatóságokat, hogy ezt lebontsák, és aztán egy kiállítást is szervez, tablókat szervez hozzá, amiket, vagy tervez hozzá, meg csinál hozzá, tehát hogy jól legyen bemutatva. Ezt csinálja, érdekes nagyon. Küldött egy képet a múltkor, belógott egy Kalasnyikovnak a csöve, és mondta, hogy mi a fene? Azt mondja, hát a testőröm. Tudnék, nem lehet Irakban testőr nélkül, nem engedik. Ilyen repülőjegye van sokszor. Hát nem, hát Houstonban van a alapítványnak egy központja. Párizs az, ugye az UNESCO. Akkor Bécsben van egy, aki bonyolítja, egy szervező, aki szervezi, és aztán Pesten lakik, ugye Érden. És akkor repked össze-vissza, és akkor van úgy, hogy itt repül el felettem, de megy Houstonba, és tudom, Irakból. De van olyan fényképem is, ahol az iraki kulturális miniszterrel szerződést írnak alá. Ő, meg a iraki kulturális vagy művész, nem tudom, szóval egy ilyen kultúrminiszterrel. Akkor dagasztja mellét a büszkeség rendesen. Hogyne, ugye? Hogyne. Veszik ezt? Veszik. Hogyne, nagyon. Hát, mi más, nem? Gondolja meg azért, kis Érd Iparos utca 122, és akkor onnan ott a miniszterrel írják alá. És ami nagyon érdekes volt, hogy az miniszter mögött az iraki zászló volt, és az Ella mögött nem az ENSZ zászló, az ENSZ finanszírozás, hanem egy magyar zászlót raktak mögé a képen. Úgyhogy ez nem vagyok nagyon nacionalista, sőt, ellenkezőleg eléggé multikulti szeretnék lenni, azonban ez azért mégis nem. Milyen táblát szorongat a kezében? Fölírja a lánya nevét? Igen, Rahiból. Az apját? Igen, Rahiból. Mindenki tart ilyen, taxisok itt tartják a táblát, és én Rahiból ezt. Csináltam egy ilyet, igen. Nagyon-nagyon mókás ember, és örülök, hogy megismertem. Én is tényleg. Köszönöm szépen. Kitüntetés a számomra. When you said you felt so happy you could die, I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company.
there was love in its ache, I still remember. But you didn't have to cut me off, make out like it never happened and that we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger with this so. Nos, ezek voltak az első alkalomra szánt reptéri történetek, de holnap péntek este 8 órakor jövök egy újabb csokorra való találkozással. Ezúton is köszönöm a Budapest Airport hadható segítségét, nélkülük ez a kétrészes műsor nemigen jöhetett volna létre. És mielőtt mára elköszönök, engedjék meg, hogy támogatóink is megjelenjenek, nem több, mint összesen 15 másodpercben, mert nélkülük sem lenne ez a mai és holnapi rendkívüli podcast. Tartalmas szórakozást kíván a 25 éves Cinema City. OTP Travel, mert biztosan utazik. Ha tetszett a műsor, kérem iratkozzanak fel a képernyő alatt található feliratkozás gombra, és mellette a kis csengőre kattintva, így értesítést is kapnak, ha egy-egy új podcast kerül fel csatornánkra, de köszönetüket is kifejezhetik a képernyő alatt található köszönet gombra kattintva, illetve a műsorunk alatt található leírásban részletezett módokon. És akkor találkozunk holnap este 8-kor is az újabb reptéri történetek premierjén.